Igen. Bútorok és dekorációk? Tároló? Nem. Vegyes munkaállomás? Nem. Virágcserép, ávány, nem. Világít, ülő, tároló, csapda, tároló, nem. Sírok. Az előbb már megtaláltad pedig, nem? It's time for a beverage. A út, kézi barkács, épület, bútor és dekor. Az előbb meg volt, de most elvesztettem. Megint. Kerti budi behalsz. Esztétikai értéke van, tehát örülnek neki a dolgozók, de... Hát bassz meg, hol a komposztálom? Épület, útor, kézi barkácsban? Nem. Mi? Nem. Útor, dekor, kerítésben nem. Épület. És az épületeken nem ház, nem kitermelés, nem túlélés. Mezőgazdaság lenne szerintem, de nem ott van. Állattenyésztés. Ott van munka, várja munkaállomások, földművelési munkaállomások, és ott várjál, van. De munkaállomások az hol bútor és dekor nem épületek. Nem, teljesen kint. Hogy várjál, nem. Azt mondja, hogy bútor és dekor. Bútor és dekor. Jobb oldalt. Aha. Azon belül földművelési munkaállomások és ott van a komposzt. Aha. Azt mondja, hogy nincs elég nyersanyag, mert csak 6 darab örönk van nálam, nem 8. Ja. Elkapott a baltam, többet nem tudtam hozni. Jó, értem én. I need some water. Ja, szomjas vagyok, oké. Okay. Ebből a pocsolya? Tud inni a pocsolyából, király. Vadásznak is kell majd kőkést csinálni, mert ma húsítsa hoz egy ideje, egy darab nincs bent. Oké. Okay. Mert mondjuk van olyan kőkés, azt oda tudom neki adni. Nagyon jó, túl vagyok terhelve. Van neki kők, és akkor miért nem megy vadász? Nem jó. Mert lehet, hogy nincs kajája, vize, tudod? De akkor az fölül sipákol. Bútor, munkállomás, földművelési, komposztedény. Ide rakom a másik mellé, jó? Jó, megtalálom. Csak azt, hogy be lehet tölteni akkor a komposztedényt a... Meg akkor most a követ, amit túlterhelt engem, azt most gyorsan ki is rakom. Köszi, fenyves. Közben már sikerre vittük a projektet. Azt mondja, hogy 26 darab követ ide kidobok. Így. Jó, újra elkezdett szaporodni egyébként a rönk. Az a baj, kajánk meg nincs, ma a káposztát elkezdték enni. Azt mondja, hogy rakok ki 20 darab húsit akkor a konyhába.
Mind a 20-at berakom nekik, így. Vödör vízből is már kevés van. Úgyhogy abból a dobozból veszek ki vödör. Mert azt craftoltam, egy, mit te, hát 4 vödröt kiveszek, és csinálok nekik vizet. Vödör, több, mind a 4-et töltsd meg. Ezt berakom a vödörvizet a konyhába, mert szomjasak voltak az embereink. Meg éhesek, meg minden bajuk volt, leginkább. Úgy. 4 vödör vízbe rakva, hogy megint el legyenek egy darabig. Meg raktam be nekik 37%-os sült húst, hogy azért éhen ne halljanak. Okay. És akkor... Most... Hogy... Kézi barkács, nem így készült a bot? Vagy... Ide kellett jönni, nem? Valahogy tudtunk pedig botot csinálni a röngből, nem? Igen, tudtunk. De hogy? Tűzifa, azt látom, de bot, az sehogy. Jó, mindegy. És akkor most megnézem, hogy kőből, amivel az előbb raktam ki, most egy párat magamhoz veszek, itt egy helyben megállok. Botom van, nem sok. Jó, oké, mindegy. Mennyi bot kéne körülbelül? Hát, 100-as téttel. Úgyhogy én is elmegyek, ezt kirakom a követ. Kőből van, de botból nincs, úgyhogy... Elmegyek, szedek botot, mert... It seems I forgot about food. Again. Hát van ma vonalom. Mert... Baltát kell ugye szerválni, meg a kőkést, meg kősarlót, és mindenhez kell a bot. Úgyhogy kovács műhelybe lehet vinni a botot. És mind akkor... a százat hozzá tegyem majd? Oda egy 100-as tegyél be, én meg itt szedek közben itt a ház körül még fát úgyis. Mert itt szedegetem, amit lehet. Én is. Gyűjtögetek szorgalmasan, mert úgy látom, hogy szerszámokat kell gyártanom. Azt kell csinálni a fűvészetre, hogyha beállítasz egy embert, akkor az be lehet ajtani dedikált a botgyűjtésre, hogy akkor gyűjtjön botot. Nem tudom, most konyhába tettél be embert? Mindjárt megnézem, nem tudom. Most éppen még kőbaltát kraftolok a izének. Kőbaltát kell kraftolni a favágónak. Meg ezek szerint kőkést a izének. Nem, kőkés van benne, csak nem tudom akkor miért nem. Lehet, hogy már ugye nem tudom. A központiba gyűjti be a bört. Én értem, csak hús nem volt egy darab se. Vagy akkor te most... Jó, hogy kivetted a sült húst valahonnan, és akkor lehet, hogy azért nem volt hirtelen. Igen, kivettem a rossz minőségűt, mert mondtad, hogy adjam el, aztán most visszatettem. Igen. Hogy béke legyen és nyugalom. Jó, akkor ezt berakom a favágónak, ezeket a baltákat. Konkrétan már megint nincs kőbalta a favágó, az úgy dolgozik, mint állat. Jó. És neked meg akkor a kő eszközökből ahhoz
Igen, itt kell majd még a bot, amit ide beraktál. Ide nem raktál be a kovácshoz. Még nem, még gyűjtök, mindjárt megyek. Jövök vissza, csak szattam. Mert akkor még neked kell ugye sarlót csinálni sokat. Nem kell, most egy ideig nem fog sarlózni. De előre akarok felkészülni a szitura, tudod? Hát én ma remélem legközelebbi aratásra majd bronzkapánk, vagy bronzkaszánk lesz. A jelenlegi pénzügyi helyzetünkben, technológiai szintünkön egy kicsit még... Nem, de... technológiailag, tehát nem fogunk mostanában aratni, de... tehát a len mire újra elülteted, meg újra kinő, az nem most lesz. Csak a bronzkaszához nincs elég technológiánk, tehát előtte még gyártanunk kell egy csomó kő. Eszközt. Hát gyártódik majd. Tehát azért mondom, hogy én most arra készülök. Tudom, én láttam a számokat, nem most lesz, de mondtam, nem is most fogunk aratni, úgyhogy igen. Ja, akkor a kovácshoz tegyek be 100 darab botot ide. Aha. Pillanat. Labot. Bot. Az a baj, hogy a kicsi kocák nem termelnek trágyát még, úgyhogy... Hát, ezt tudtuk megvenni. Tudom. Én közben skillezek, ha a kősarlót gyártom remélhetőleg. Igen, kicsit majd növekszik. Én rajta vagyok rettenetesen az ügyön, hogy a kősarlóval skillezzünk föl, mert ha te ilyen bronz meg ilyen eszközöket akarsz, akkor előtte jó lenne, hogyha lenne hozzá skillünk. Mielőtt elmegyünk bányászni, aztán elkeseredünk. De az nem csak a kősarlótól kapod a skillt, az egységes. Tehát az több minden adja a skill pontot rá. Tök mindegy, a kősarlók vannak itt a kovácsos dobozban, egy 11 darab. Annyi elég. Úgyhogy az valószínűleg egy következő szezonra elég. Ha már megvettük a lóvéért a receptet, akkor legalább használjuk. Most az a kérdés, hogy szeretnéd, hogy ültessek még idén káposztát? Mert ha igen, akkor viszont majd venni kellene trágyát. Trágyát? Igen, majd a piacon, vagy benne a faluban. Úgyhogy nem tudom, pénzügyileg majd, hogyha tudsz valamennyit hiányolni, akkor azzal úgy kéne kalkulálni. Hát jelenleg adók 246, tehát már fizethetünk adót? Nem, ez csak ugye írja, hogy mennyi a jelenlegi. Tehát ugye minden egyes szezonban kalkulálja neked az adót előre, de aha, csak minden év tavaszán tudsz fizetni. És most nyár van. Igen. Értem. Tehát még jön az ősz, meg a tél. Értem. Jó, de hát azért mondom, hogy szerszámot tudtam csinálni, viszont réz, meg bronz, meg ilyen eszközöket még egyelőre nem tudunk csinálni, azt mert tudom, nincs elég pont. Azt tudom, később lesz persze. Hidd el, csinálnék én neked olyan bronzkasszát, de hát 169 van meg az 500 pontból. Ugye, majd fog az nőni, úgyhogy nem kell aggódni. De igazából semmilyen bronzeszközt nem tudunk csinálni. Rézből tudnánk rézsarlót csinálni, ha lenne két rézrudunk, meg 150-et elkötenénk rá, de szerintem a kő megfelel. Ez a tökéletes, az bőven jó. Úgyhogy egyelőre ezért a trágyát azt akkor tudok meg venni, hogyha világos van. Jelenleg. Feltöltötted a második komposztot, ugye? Igen, ami volt, mindent beledobáltam. Akkor dobjunk egy... bombát, meg társait is mondja, azt most nem főzőskéig. Jó, oké, akkor aludjunk egyet. Aludjunk, és akkor elmegyek bizneszelek trágyát, ha sikerül valami emberi áron.
Én már alszok. I feel famished. Oké. És akkor... A... Merre? Erre felé. Elrongyolunk. Milyen arányba kell a trágya? Ugye, amennyit gondolsz. Ne, hát de, tehát hogy így mi az amennyi, tehát hogy így valami fogyasztási aránymérték valami? Végtelen. Tehát ja, értem. A több százastét azért mondtam, tehát ahogy pénzügyileg tudunk kalkulálni, úgy amennyit rászánsz, tehát tudod, ez csak opcionális. Jó, hát ha jól vettem ki, kb. 300-at kell fizetnünk adóba, ugye? Hát eddig, de úgy számolt, hogy a 300-ot, tehát most ez szoroz meg 4-jel azt a mennyiséget, amit ír. Hogy évszakonként kell? Tehát évszakonként adja, tehát minden egyes évszak alapján kalkulálja neked. Tehát azt jelenti, hogy nagyjából 1000-et kell befizetnünk januárban jelenlegi állás szerint. Az kemény. Na, és várom, hogy a kereskedők ide méltóztassanak jönni. Hogy tudjak neked venni trágyát. De a kereskedelmi részen még lopolni se lehet. Ne is nagyon lopjam már, ha észre. Nem lopok, tudom, tudom. A nem vagy nagyon előrébb, hogyha lopsz az a baj, akkor se. Ne legyél tipikus, mondjam. A végén ki lesz írvéd is, hogy magyarnál lopj. A Maria Hilfesre, a szén Bécs. How can I help you? See you soon. Nem, nem akarok kártyázni, köv kell, hanem bizniszelni akarok. Mit mondtál, mi kell? Trágya. Hát, igen? Úgy érzem, hogy minthogyha ez nem árult volna tárgya. Ez se árult trágyát. Nagyon jó. Van baj. Szerintem ez itt lehet trágya, meg ahogy elnézem, itt a fém dolgokat is árulják. Csak még nem ért ide a kereskedő. It's easy to talk with me. I just don't like conversations about the weather. Oh, it's you again. Animals. My wares never disappoint. Work. Trágya. Hát? Mondtam. Sok. Mondjuk, ha 30-at veszek, az jó. Több, mint a semmi, azért mondom. De nem azért kérdezem, hogy az a baj, hogy itt nekem súly problémáim vannak, nem ár. Oké, súlyjal elbírok. Tehát az nem probléma. Jó, 40-et talán még el tudok hozni. Már itt vagyok mögötted, úgyhogy el tudom vinni. Ja, várjál. Akkor mi az I betű? Trágya. X. Eldobom a 40. Ez 20 kiló. És hova ment a pali? Ez az. Akkor mutasd az áruidat. Akkor trágyát még veszek, még egy... Talán 30-al el tudok szaladni. Marad el, nem tudom milyen áron adják most a trágyát. 4,5-be kerül. Jó, és akkor már csak az van, hogy jó felé szaladjak haza. 70 trágyát bírtunk elhozni, nem azért, mert ennyi, nem, többet tudtunk volna venni. Remélem, hogy ez előrébb lendíti mezőgazdasági dolgainkat.
Mindenféleképpen. Nem tudod, hogy itt a hirdető tábla hol van, ma már elfelejtettem. Ahogy bementél a városba, csak nem tudom melyik oldalán kell bemenni. Én most trágyát szállítok haza neked. Az bajtába én... kéred? Bárhova kiteheted, majd megoldom, megtalálom. Jó, beraktam a pajtába a ládába, jó? Kösz. I can't recall the taste of food. Ó, van itt kompószt, meg trágya, meg magok, meg agyag, nagyon jó. Gyűlnek itt a dolgok. Na, nézzünk be a konyhába, hogy főzötte nekünk valaki valami táplálékot, bizony. Az igen. Főzött? Hát egy egész sült húst találtam. Azt magamhoz vettem, hogy kajás a lelkem. Egy ilyen kis bogyót is. Na, tessék. Úgy látom, a bogyóból minden mennyiséget megehetek. Hát nem laktam jól, na. Azt mondja, hogy a vadász jelenleg a vadászkunyhó egyben. Nem. Tudom. Lehet, hogy így, hogy vadászkunyhó arányok. Jó. Kicsit kevesebb bőr, kicsit több husi. Átállítottam a vadászkunyhó arányait, jó? Mert hiába termelhetünk pénzt belőle, hogyha közben éhe halunk. Ugye? Igen, remélem, hogy a kajás helyen van még kaja, mert épp az ilyen hal a szélén állok. Azért növeltem a beszállítást, hogy hosszú távon is jusson mindenkinek. És azt nézem, hogy két hátizsákot le tudok kraftolni. A trágyától függ az, hogy mennyit tudunk előtetni, ugye? Igen. Na, akkor jó, én még... csináltam két hátizsákot. És csak még 88 lenszar itt van nálam. Szuperszónikus. Az megromlik amúgy? Nem. Nem. Jó. Akkor egyelőre az most ott marad, majd valamikor lerokkázom, hanem visszarongyolok a városba, és hozok még trágyát. Te addig esetleg próbálj valami kaját varázsolni. Mármint honnan? Komposztból tudok kivenni káposztát. Nem. Nem tudok, én most ültetek. Jó. Még lehet ültetni? Persze, hát a káposztát azt most fogom majd elültetni, igen. És a komposztból lesz a trágya, nem? Igen. Tehát akkor jövőre már a komposzt, meg a trágya együtt fogja hatását kifejteni, ha jól sejtem. Mármint, hogy érted, hogyha a malacok reméltek felnőnek jobban, akkor fognak ganét termelni, abból fogunk trágyát csinálni hosszabb távon. Na, a káposztából nem nagyon akarok komposzt ágatni, mert egy idő után unalmas lesz itt, de... Vagy nem tudom, mire vonatkozott a kérdés. Nem, hát hogy mi az összefüggés a komposzt és a trágya között? Hát a komposztot tudod átalakítani trágyával. Értem. Csak ugye 10 komposztból lesz egy trágya, 2 ganéjból meg egy trágya. Tehát a
mond így egyszerű. De az elején tényleg nincs jobb opció, gyakorlatilag, mint a káposztát lekomposztálni. Jó. Az van, hogy elfogyott a csávónál a trágya. Jó, mondt, szerintem elég is lesz most az összes pénz, nagy csesszük. Nem volt olyan drága, hogy görcsöljek rajta. Így is maradt 900-unk. Mert ugye hoztam két szütyőt eladni neki. Rossz kapu jöttem ki, akkor balra előre, jó. Szóval ezért hoztam két táskát, és annak az árát elköltöttem ezére. Elköltöttem trágyára. Csak kicsit vánszorgós csóri karakterem. Túlterhelt vagyok, de mint a állat. Akkor is hozok neked annyit rágyát, amennyi... Figyelj, az, hogy még több lenn mag, ezért akkor lassan elkezdhetek azon gondolkodni, hogy még egy embert beállítsunk esetleg ilyen vadászat és húszszerzés és bőrszerzés projektre, tudod? Hogy gondolod? Annyi lesz viszont, mikor legközelebb mész be, akkor majd meg kell nézni, hogy itthon van-e vab meg rozsmagunk, hogyha nincs, akkor valamennyit majd venni kell. Mert ugye az kell majd a takarmányhoz, és akkor majd már jövő évtől, vagy majd talán idén ősztől az is beindítható lesz. Tehát az is majd vetés alatt lesz. Oké. Okay. Még csak kezdetleges, hogy ugye az állatállományt el tudjuk majd látni. Na, annyira túlterhelt vagyok, hogy még egy nyulat se bírok most elkapni. Mert megvettem az összes trágyát a csávótól, hát azt mondta, trágya kell végtelen mennyiségbe, értettem, hogy ez azt jelenti, hogy nincs felső limitje. Nincs, pénzben. Jó, de hát most csináltunk pénzt a táskákból. Folyamatosan, ahogy jön egy kis bőr, hozok ide trágyát a dobozba, majd ha kiszállsz belőle. Jó, most vettem ki. Tehát, hogy most annyi volt, hogy hazacigöltem még azt a maradék 48 darab trágyát is ide. Az... Izé, megnézem, hogy talán lett-e egy husim. Azt tudnám értékelni. Bizony lett. Mert ez a szaladgálás ugye kiveszi az emberből a... Fámest. Kiveszi az emberből a kaját sajnos. És akkor menedzsment fülön megnézem, hogy hogy állunk épületileg. Azt mondja, hogy van egy vadászkunyhónk, abban már kettő emberből kettő dolgozik. Tehát, hogy az... Izé. Az a baj, hogyha lejjebb, tehát ha feljebb veszem a húst, lejjebb veszem a bőrt, akkor kevés lesz a bőrünk. Ha meg nem veszem följebb a húst, kevés lesz a húsunk nekünk. Új vadászok kellenének. Hát akkor húsz föl még egy vadász is húz. Jó. Új épület. Ugye tudsz craftolni, ha jól emlékszem, azt tudsz. Igen, igen, az van bőrből, botból és cérnából, amiből most cérnából jól állunk, a bőrt meghozzák, illetve vadászkunyhó kitermelés, a vadászkunyhó nem, túlélés lesz, és vadászkunyhó 2, amiben már 4 ember tudok betenni, és utána bontani lehet? Lehet bontani. Jó. Akkor... Keresek egy helyet a vadászkunyhó 2-nek. A terep túl egyenetlen, azt mondja. Egyem a válogató zuzáját ennek. Na. Itt ennél a vadászkunyhónál elfér, nagyon jó. Ibető, és akkor a 3-as a kalapács, igen. Amíg kövem van, még 6 darabot összeszedek, itt összeporcivózok gyorsan. Vagy nem? Ja, azért csak találok itt követ a földön, ha figyelmesen megyünk.
De látom, te is porszívózod a talajt néha. Igen, időnként gyűjtögetek, írtam tudok mit csinálni, botod, ezt, azt, azt, minden, ami van. Bár lassan jó lenne, hogyha azt majd az NPC gyűjtögetné. Hát jelen pillanatban éppen a vadászatot akarjuk meglökni az NPC-knél. Mindjárt megnézem, hogy mi ez, management, épületek. Kitermelésben a fűvészkunyhó tud ilyet? Igen. Jó. És a fűvészkunyhóban hol van ez a bot? Én nem látom. Nem, pedig elméletileg korábban ott volt neki, akkor azt kivették. Nem, lehet hogy, nem lehet, hogy a favágó lesz az, aki ilyet tud csinálni? Aha. Deszkát, botot, rönköt, tűzifát. Azt olyan, mint átpakolták, mert korábban én úgy emlékszem, hogy az tudod. Jó, hát semmi gond, akkor lejjebb veszem egy kicsit, hogy nem kell naponta csak, mit tudom én, 20 rönk. Az jó, nem? És akkor hát, csináljon botot is. Ilyen hosszabb távon legalább még 2 favágót le kell majd tenni. Hát vagy nagyobb favágót majd, de most azért mondom, hogy akkor átállítottam, hogy csinálja a 20 rönköt, meg 20 botot naponta, jó? Az jó. I'm starving. Ugye az a bajtót, hogy a botot az környéken pikpak összekapdossuk. És az miért baj? Hát, hogy mindig messzebbre kell menni, hogy nyúlik az ellátásra, hogy beszerzés. Ja, hát én meg itt úgy látom, hogy mindjárt elhasználom a paltámat. Már elkezdek követ gyűjtögetni a következő kőbaltámhoz. Mennyi kell hozzá? Kőbaltához 2. Az nem túl drága, hál' Istennek. Kivágtam egy fátot. Ki kell vágnom néhány fát sajnos itt a... Ezért nem kell ez itt a bázis közepén, ugye? Valaki nyugodtan, tudom, hogy most ahogy van, visszanőnek-e, vagy ebbe belenyúltak-e. Panaszkodik, hogy éhes. Oké, a falhoz csupa rönk, igen. A tető meg rönk, meg deszka, oké. I can hear my stomach rumbling. Na, be kell nézzek a konyhába, mert már nagyon panaszkodik, hogy itt sokat dolgoztam és keveset ettem. Hát mindig egy-egy ilyen sült húsi van benne, de nem szaporodik nagyon, mert kikajáljuk, szerintem mind a ketten. Igen, meg ugye a lakosok is esznek, és az NPC-k is. Most mi, ja, messze, rönköt jöttem nézni, hogy van-e. Van, jó. Ó, vánszorogjunk csak el a építési területig. Jó, még előtte így áll egyet a kútból, na, mely itt vagy. Legalább szomjas ne legyél, ha már éhes vagy.
a rengeteg rönköt kell belekalapálnom egy vadászkunyhóba. Hát mint mindenben. Elfogyott a rönk. Mondjuk sehol nem volt megmondva, hogy... Ugye sehol nem volt megmondva, hogy a... És mi volt? Deszka volt a... Várjál, hogy készült a deszka? A rönkből? Ez jó. Módból biztos, hogy nem. Oké, okay, hopp, itt van 4 rézrúd, ezt viszont át kéne vinni ebből a raktárból oda a craftinghoz. Mert akkor nem kell bányásznunk az első réz kassa miatt. Ha jól sejtem. Hát a kassa elméletek csak bronzból van, de... Igen, tehát a lont majd, vagy a tin majd valahogyan szerzünk hozzá. Jó, ha néha találok ezt, azt. Bőrből még egyelőre csak 5 van. Jó, mindegy. Itt van még lem maga központiban, meg Liszt. Igen, tudom, van 13 darab, vagy mennyi volt ott. A pajtában lévő kézimalom, igen. A konyhában a Liszttel lehet főzni. Megnézem, hogy tudunk-e kenyeret főzni. Nem. Mert? Hát majd megnézed, hogy mi kell neki. Azt mondod, nem vagyunk elég erősek konyha technikailag a kenyérhez? Hát, igen. De majd meglátod. Szerintem abból most nem nyugtak bele, hogy lentebb vigyék az értéket. Kenyér. Lisztből és vízből 100 ér vehetünk lepénykenyér receptet. I'm starving. Fehér kenyeret, majd tojással. Oké. Okay. Jó, hát lepény kenyeret fogunk tudni csinálni. Liszttel és vízzel 100 potyinka a recept. Igen, de... csak ha megnézed, hogy a malom, ami megőrli, mert elméletileg az malom kell, az viszont... De van 19 lisztünk. Hát jó, van, végül is. És ezért nem tudja megőrölni a kis kézi malmunk itt. Azt nem néztem. Lisztet tudsz abból. A zapszemből tud lisztet csinálni, meg búzaszemből, meg rossz szemből is. Tehát itt van a kis kézi malom, az meg tudja csinálni, ha olyat ültetsz. Akkor viszont megveszem a lepénykenyér receptet, és eszünk egyet végre, jó? Igen. Lepénykenyér, és akkor hozok néhány vödör vizet, mert ha jól látom, akkor nem tudom, hogy most egy tized vödör, vagy egy egész vödör víz kell neki. Talán elég neki a tized vödör, és akkor 2 vödör vízzel elsütögetek itt. És mind a kettőt töltsd meg vízzel, hogy ez most 2 lepény lesz, vagy 20 lepény. De végülis tök mindegy, csak akkor tudja, mennyi vödör kell. Hány vödör vizet kell ide hurcibánom. Azt mondja, hogy készít, lepénykenyér, Aha, 2 vödör víz elég a 19 darab lepénykenyérhez. És most éppen csinálom. Beraktam egy lapáton a kemencébe kenyeret.
És most pörgeti, 7 másodperc egy kenyér, tehát 20 kenyér az... az egy... kinyitok egy szidert. Idő. Ugye ma a fűvészkonyhó.